Tehát magyar gyerekek koreai úr énekeltek. Tihetetlen. Na, mi a francia volt hadi állapot Koreában hat órán keresztül tegnap, azaz kedden? hogy nem Dél-Koreában is valamiféle destabilizációs kísérlet zajlik, és, és ezek a, ez a baloldali ellenzék, ez valamilyen külső segítséggel talán, de meg akarja dönteni az egyébként konzervatív, tehát vélhetően szuverenista, vélhetően nem a globalistákhoz húzó elnöknek a, a kormányzását. És hogyan viszonyulnak Észak-Koreához? Magában is, is mondjuk vissza tudná verni, meg le tudná győzni. Csak észak, -Koreának észak -Koreának van atomu. Csak van atomfegyvere, igen, és ez az, ami ugye dél koreának viszont nincsen. Úgyhogy a, a, a Amerika jelentette nukleáris garancia, az az nagyon fontos számára. A YouTube-on viszont mindig csak egy jelentősen rövidített, kilúgozott változatot látsz a cenzúra miatt. Ha szeretnél képben lenni a politika történéseivel kapcsolatban, de mindezt szórakoztatóan szeretnéd megkapni, ráadásul egészben szeretnéd látni a műsort, akkor feltétlenül iratkozz fel a Rumble csatornámra. A videó alatti leírásban megtalálod a linket. Ne félj az újdonságtól attól, hogy a Rumble egy új videó megosztó, amit eddig nem használtál. Nézd nyugodtan tovább a Youtube-on a klippeket, a macskás videókat, meg bármi mást, ami érdekel, de ha cenzúramentes politikai tartalmakat szeretnél, használd a rumble is. Én már régóta ott vagyok, téged is várlak. Biztos láttad már rajtam több műsorban is ezt a klasszik Rózsa Sándoros pólót, meg van egy rakat másik a magyar foci válogatotthoz kapcsolódóan, és persze a sok-sok politikai póló, vannak köztük komolyabbak, háborúról, békéről, Magyarországról, vannak viccesebbek Brüsszelről, a Balatonról, Libernyákokról, a fake newsról, van Trump és Orbán, és két teljes ikonsorozat a magyar politika történet legnagyobbjaival. De talán ez a kedvencem. Vagy ez. Vagy ez. Válaszolj is magadnak egyet, vagy ajándékba. www.hobbistawebshop.hu, és köszönjük, hogy a munkánkat is támogatod a vásárlással. Köszöntjük a kedves nézőket a mai vendéges hobbista alkalmából, és egy nagyon izgalmas témáról fogunk beszélni, ami ugyan viszonylag távol zajlik tőlünk, és nem is fordítunk rá kellő figyelmet, pedig nagyon érdemes. Ugyanakkor a műsor történetének eddigi talán egyik, nyilván sok, sok jó pillanata volt már, és reméljük, hogy lesz is még, de amikor két nő ül a stúdióban. Ráadásul nem is akármilyen. Gyönyörűek vagytok, imádjuk, hogy itt vagytok. És volt már ilyen, Timi, hogy, hogy nem egyedül voltál? Nagyon régen Varga Judit volt egyszer bent, illetve Orsi, Ferenc Orsi amikor így így Igen, a, kettő, a régi a jobb, is, amikor volt, venn, a vendégfotelben, de akkor, akkor azért az, viszont akkor a kis padon ott ültek hárman, tehát attól a, a, a azért bőven meg volt. Hát, hát azért ez a, itt a kvóták jelölködik. azért most így jobbak. Kettő, kettő, ez is sok sokkal jobb, ugye nekünk is tetszik. Na, tartjuk meg, hozzá. Nagy szeretettel köszöntjük Nagy Angelinát, az, Eurázsiai központ, az Eurázsia Központ elemzőjét, aki Dél-Korea szakértő. És azért fontos ez a Dél-Korea, mert Dél-Koreában állapotot hirdettek ki. Lehet, hogy sokan észre sem vették, mert a hírekben szerepel, de nem biztos, is. hogy elolvasták. <laughs> Ez neked is új? Neked tök új, én most hallok erről először. Kedves nézők, Varga most hallja elő, azt az is tudtad, hogy miért van itt a csaj, nem? Ugye arra gondoltam, mit keres ez <laughs> És, és, és nézd csak, rám rá húz. <laughs> jó, jó. Tehát Varga sem tudta azt, hogy Dél-Koreában, és nem, nem Burkina Fázóról beszélünk, vagy, vagy mit tudom, Paraguayról, hanem a világ Ázsia egyik legprosperálóbb, leggazdagabb országában, ahonnan a Samsung telefonunk jönnek, hadi állapotot hirdetett ki az elnök, amit azért nem annyira szoktak. Most nyilván mondja árnyaljuk a képet, persze, hogy hat óra múlva vissza is vonta ezt a hadi állapotot. Hát de 6 óráig hadi állapot. De van, ez egy, ez egy, tehát hadi állapot az nekünk beúrik, mondjuk Lengyelország 1980 Jaruzselski tábornok, amikor ugye a szolidaritás szakszervezetet maj, majdnem megpróbálták megdönteni a kommunizmust, akkor volt hadi állapot, meg, meg ilyen helyzetekben szokott hadi állapot lenni. dél az ember így nem gondolná, ha csak nem megtámadja Észak-Korea. De ez se történt. Na, innentől kezdve átadjuk a szót a vendégünknek. Először is áruld el, innen kezdjük. Miért értezte ennyire Koreához? Először. Még nem tudjuk, mennyire értesz hozzá, de. Igen, ez most majd kiderül. <laughs> majd kiderül. De hogy miért foglalkozol Koreával? Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, örülök, hogy itt lehetek. Ö, igazából nekem kicsit a körülmények hozták úgy, hogy Korea felé fordult az érdeklődésem. Ö, elkezdtem koreaiul tanulni, utána voltam kint Koreában, ösztöndíjjal négy hónapot, és akkor kezdtem el igazán. Na, jó, de ez honnan jött ez az érdeklődés? Igazából először az érdeklődésem az Kína és kelet ázsiara mint régióra irányult. Azonban aztán aztán. Arra gondoltam, hogy jó lenne, ugye Kína szakértő azért sok van, Korea azért kevesebb, és gondoltam, hogy hát egyrészt ez egy piaci rés, ahol be kell törni. De igazából nem voltak ennyire ennyire konkrét számításaim, hanem sok minden az, hogy, hogy egyébként Magyarországon igen egyszerű és igen áron lehet koreaiul tanulni, illetve az, hogy volt ösztöndi lehetőség az egyetemről egy nagyon jó dél-koreai egyetemre, igazából ezek ahhoz vezettek, hogy akkor azt gondoltam, hogy rendben, hát akkor az élet is azt szeretné, hogy én bővebben foglalkozzak ezzel az országgal. na és milyen az élet akkor Koreában? Egy nagyon pici, nyilván mindjárt kitérünk erre a hadi állapotra, mert azért ez egy nagyon komoly politikai fejlemény, de nagyon keveset tudunk igazából. Biztos vannak, akik jártak Koreában, én sajnos még nem szeretnék, van barátom, aki járt már, szóval nem, nem, nem egy elérhetetlen idegen, nem létező országról beszélünk, de azért mégis keveset tudunk róla. Milyen volt az é a mindennapi élet? Hát egyébként Számomra, hogy ez szubjektív vélemény ö, nagyon jó. Tehát, hogy nagyon magas a szolgáltatások szintje, tényleg a, a metróhálózat, mindenhol tisztaság van. Ö... Tudom, bocsánat, közben szólok, de em, emlékszem, ez a barátom, akiről beszélek, ez, ez szerintem már tíz éve volt akkor volt korábban, de lehet, hogy még kicsit több is, és ír, ír, ír nekem. Aztán. Itt wifi van a vonaton, a WC-ben, és a, ma már talán ez nem annyira, hogy mondjam, futurisztikus, mert előfordulhat, de a, de akkor még azért ez ilyen tényleg ilyen, már ott is. Mert de miért a, tényleg... mert de az, az, hogy a WC-ben ez külön ki van, nem -e, mert én úgy értem, hogy akkor neki az volt a furcsa, hogy a WC-ben, mert ha vonaton van, akkor a WC-ajtó általában nem szokta blokkolni Eben a így, jelet. Ura az, ahol a... egyetlen egy hely van, ahol a WC-ajtó blokkolja a wi t és azt hiszitek, hogy nem a hírtévé első szintje. Ez abszolút Na, alá, alá én enne, én, ennek, én amúgy enne erre sok helyen lenne igény, hogy a WC-ben blokkolva legyen a WC. szerintem egyszerűen, egyszerűen melbevágó volt számára az az élmény, hogy szarás közben mobilozott, vagy laptopozhatott. Én, én ilyen... Na. Miért csinál bárki ilyesmit, és miért beszél bárki ilyesmiről hölgytársak? Na, de Ezek... oké, okay, tehát az, az... az, szolgáltatás, a technik, technológia nagyon fejlett. Ne fedjük, hogy dél egy keresztény, jelentős részben keresztény ország is egyébként, tehát hogyha nagyon más is az európai kultúrától, de mégis azért van valami fajta nem tudom, közeledés, vagy azért mindenképpen egy picit közelebb lehet emiatt talán hozzánk, mint mondjuk akár Kína, akár Japán, de azért olyan, olyan nagyon nem lett ettől közelebb, ugye? Tehát azért nagyon más kultúra. Igen, hát azért mindenképpen egy elég más kultúra, még annak ellenére is, hogy valóban a, a keresztények aránya az, az, meglepően magas ahhoz képest, hogy mi jutna eszünk be, ugye? Gyakorlók, gyakorló keresztények, vagy úgy keresztények? Gyakorló, igen, igen. Hát igen olyan igen, szinten és... gyakorlok, hogy az El camino rengeteg dél találkoztam. Kifejezetten ezért jönnek, az, és arányaiban talán, a, hogy mondjam, a nyilván a, mit tudom, én, s, s, lokál spanyol meg kívül, de mondjuk így messze, messze dél koreai volt a legtöbb, mert hogy nekik ez egy nagyon fontos dolog. Igen, most a... olvastam, hogy 51 millió ember él Dél-Koreába, és ebből egy millió ember plébános. Hát akkor tényleg nagyon magas a számuk. Igen, hát olyan elképesztő méretet igazából úgy hívják őket, hogy mega templomok, mert tényleg elképesztő méretű felekezetek vannak, ö, nagyon komoly anyagi forrásokkal operálnak, tehát ez egy nagyon érdekes témakör egyébként, hogy ott ez miért, miért alakult így ki, és miért ilyen formában alakult ki. És miért De? alakult ki? Hát. Szerintem ez, ez itt, itt mutathatunk egy én képet előtt. erről meg a churchről, mert ez konkrétan no, úgy ez néz ki, mint a Madison Square Garden. Én, igen, igen, hát ez konkrétan érde. egy Madison, Square, egy stadion. Igen, és, és, és nem tudod eldönteni, hogy akkor most itt mi se lesz, vagy BTS koncert. Harmadik fontos kérdés. Bejön? A K-pop, meg a, b a BTS, de hogy általában a K-pop? Hát hogy általában, tehát nem, nem fogok hazudni, valóban szoktam szoktam k hallgatni, szakmai ártalom leginkább így jellemezném, Nem ezért, nem ezért kezdtem el érdeklődni. És karályra. melyik a legjobb? A10. Mennyire képben vagy? Ez csak azért, ez a kérdés azért lett feltéve, hogy eszi elmondhassa, mennyire képben van. Stray <laughs> Kids. <laughs> Na látod, Stray látod? Kids. Hát, igen, <laughs> egyébként ez, én valóban ismerem is, és kedvelem is ezeket az együtteseket, bandákat, de meg vagyok lepődve. Mást kérdezek, mitől jó a k -pop? Hát igen, egyébként az is nagyon érdekes, hogy mit teszi a képopot, tehát hogy mitől, mitől, ká, mitől mitől, nem csak simán pop, mert hogy ö, ugye egyébként, hogyha mondjuk műfajilag meghallgatjuk, azért nem feltétlenül. Nem nagy, különbs, nagy különbség. De igazából azt, szerint én azt emelném ki, hogy ez az egész produkció, tehát hogy ennek a, és ez egy, igazából egy iparág, ugye, tehát hogy, hogy, hogy itt, itt nagyvállalatok vannak, ö, nagyon komoly versenyeztetés a különböző bandák között. Tényleg, egy, ki hitte volna, az volna az hogy nagy vannak a zenészek hát, igen, igen, de hogy itt, itt, itt viszont tehát, hogy vannak, vannak emberek, akik nagyvállalatokért rajonganak. Tehát, hogy kifejezetten szeretnek nagyvállalatokat és az alájuk tartozó bandákat. Aha. És, és, igazából itt tényleg nem, nem, nem csak az a lényeg, hanem nagyon-nagyon fontos része az egész marketing, meg az egész, hát, egész az... produkció, a koreográfiák, az, hogy hogyan öltöznek be, hogy miket vesznek fel, milyen trendeket indítanak be azzal, hogy hogyan sminkelik ki magukat. Hát, hogy erősen metrosexuális fiúk igen. És lányok egyébként és lányok lányok is lányban népszerűbbek, úgyhogy igazából az az maga, ahogyan, ahogyan elérik azt, hogy az ember bevonódjon, és hogy, hogy milyen elkötelezett rajongó legyen. Igazából szerintem ez az, ami nagyon-nagyon ami, ami tudatosan fel van építve, és, és tényleg nagyon komoly stratégiákat írnak arra, hogy akkor hogyan kéne elérni, hogy ténylegesen te egy rajongó legyél. Tehát ne csak hallgass ezt a zenét, hanem kövesd minden lépését az adott embernek. Na, mi a francia volt hadi állapot Koreában hat órán keresztül ö, tegnap, az azaz ö, kedden? Rendben, hát most, hogy rátérünk a kevésbé komoly témákra, mint a kápop. Igazából ugye figyeltem a magyar sajtót is, és ott ugye nagyon sok olyan ö, cikk jött le, ami hát eléggé félrevezető lehetett, mert hogy ugye egyrészt ugye hadi állapotról volt szó, másrészt meg ugye arra hivatkoztak, amit ugye a Junszok elnök a, a, tévés bejelentkezésében mondott, hogy ugye észak erők veszélyeztetik ugye a demokráciánk működését. Tehát ez a kettő észak és hadi állapot, ez az elégi eléggé olyan, olyan érzetet kelthet ugye a az olvasóban, hogy, hogy igen, hogy itt észak-koreaiak lepték el ugye Szől utcáit, azonban ilyenről egyáltalán nincsen szó. Sokkal inkább egy belpolitikai padhelyzetről, egy belpolitikai konfliktusról. Igazából két dolog van, ami, amit érdemes kiemelni, amiért ugye ez a, ez a hadi állapot bevezetésre került. Egyrészt ugye a jún elnök, mert ugye ő egy konzervatív elnök, ugye ő van hatalmon, azonban a törvényhozásban, tehát a parlamentben ő kisebbségben van. Ugye alapból úgy indult az elnöksége is, hogy kisebbségben volt, viszont a 2024-es, tehát az idei áprilisi választásokon Letarolta az parlament, Hát a Még, még a két inkább, harmad. igen. Tehát, hogyha addig kisebbségben volt, akkor még inkább kisebbségbe került, helyeket veszített a törvényhozásban. és. és ugye előállt egy olyan helyzet, hogy gyakorlatilag a, a kormány. Az, az elnök és a pártja semmilyen törvényt nem tud hozni és megszavazni, egyetlen egyet tudnak az ellenzék által benyújtott törvényjavaslatokat megvétózni, mert erre van igen, Tehát ez tényleg igen. egy, egy, egy állapot. Úgyhogy egy, igen, egy, úgyhogy egy igen, igen kielezett állapot állt fel, ahol valóban, ahogy mondtad, a Ugye az elnök nem tud komolyabb érdemi változásokat ö, ö, eszközölni, mert törvényjavaslatokon keresztül nem tudja őket átnyomni, tehát hogy a, a törvényhozás az mindig meg tudja vétózni. Persze ugye gyakorolhat elnöki vétót, ö, azonban nyilván ezen is megvannak a korlátok, és, ö, és ugye az is egy, egy nagyon bevett dolog lett, mert 22-szer történt meg, hogy a, a, a vezető kormánytisztviselőket ö, ellenük impincsment, azaz ilyen közjogi felelősségre vonási eljárásokat indította a Hát, mint a Trump ellen szoktak a demokraták. Igen, szóval helyreke. csak, hogy ezt egy kicsi, kicsit nagyobb, nagyobb számban indították, és igazából, tehát, hogy amikor arról beszélt, hogy a tévés bejelentkezésében, hogy ugye kommunista Észak-Korea párti, antidemokratikus erők ugye veszélyeztetik a, az országunk működését, akkor igazából aztán így ki is tért arra, hogy egy kicsit említette, hogy egyébként így erről van szó, hogy, és egy a konkrét, egészen konkrét apropó az az volt, hogy, hogy a 2025-ös büdzsét azt, azt hétfőn kellett volna, december másodikán kellett volna elfogadni, azonban ez nem sikerült, és a, a egy a, a demokrata ellenzék, vagy legdemokrata párt, liberális ellenzék. Ö, olyan törvényjavaslatot fogadott el, ami ami az eredeti ö, büdzsé tervezetben így a bizonyos dolgokra tehát például az hivatalnak a működéséből meg a, a vészhelyzeti alapból az ügyészséget meg a rendőrséget érintő forrásokból így nagyon komoly pénzeket ö, vont el, és akkor ezt megszavazták, és ezt ezt, ezt ö, nem, nem akarta elfogadni, ugye nem akarták elfogadni, és így a, a büdzsé ugye még mai napig nincsen elfogadva, pedig ugye azért már eléggé el kéne fogadni a 2025-ös büdzsét a következő uh, dátum, ugye, amíg meg kéne ezt szavazni, az, az december 10 lesz, szóval, hogy majd akkor is érdemes egy kicsit így ö, nyitva tartani a szemünket, de hogy a büdzsének az, a, a az ellenfogadás, illetve a büdzsé körül kialakult helyzet, az egy, az egy olyan faktor volt, ami közvetlenül ö, ö, vezetett egy, ehhez az egyébként nagyon kétségbe esett húzáshoz. Hát de, olyan olyannyira kétségbe esett, hogy azt gondolná az ember, hogy ez, egy, ez politikai öngyilkosság. Tehát, Igen, egy, hát ez egyébként Tehát egy, így, így. egy, 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 egy működő demokráciában, mert Korea egy abszolút működő demokrácia, ahol, ahol tényleg nincsen az emberek által érzékelhető közvetlen vészhelyzet, mert nyilván, hogyha az emberek vagy van, vagy nincs, de az emberek azt érzik, hogy van, akkor sok mindent meg lehet tenni, akkor sok mindent elfogadnak, de amikor semmi ilyesmi nincsen, tehát, tehát nem az volt, hogy ezt megelőzte volna egy kéthetes retorikai kampány, amiben az embereket elkezdik beszaratni attól, hogy akkor meg fog támadni, és akkor lehet szivárogtatni mindenféle, az tök, jó tud működni, és arra bevezet a hadi állapotot, akkor azt mondanám, hogy, hogy oké, okay, de így, hogy, hogy tényleg deus ex machina, így ez egy, ez egy totál politikai öngyilkosság. Nem? Mit Abszett. gondolt a csávó? Igen, ezen nagyon, ezt nagyon sokan szeretnék tudni, hogy mit gondol, de hát tényleg a, a, azért a politikában nem zárható ki a pillanatnyi zavar sem, illetve a, ugye a félrekalkuláció sem, mert hogy tényleg semmilyen ö, koreai média médiumban vagy sajtóorganomban nem olvastam, hogy a semmilyen koreai elemzőtől vagy bármilyen releváns személytől nem olvastam olyat, hogy ez, ez bármi egyéb lenne, mint abszurd, vagy mint egy, egy önmagának a lából lövése és a saját Igen, saját, a saját se leváltásának se a felgyorsítása. Nem is, ráadásul, ráadásul mindezt egyébként a saját pártjával sem egyeztette le. Tehát, hogy, de hogy még magával a, a. Tehát, hogy még a hadseregen belül is káosz volt ezzel kapcsolatban, tehát, hogy erről nem is tudott mindenki, illetve ami egyébként. Ö, a későbbiekre nézve is nagyon fontos lesz, hogy ezt, hogy a magáról ennek a hadi állapotnak a bevezetéséről nem értesítette te a, az államtanácsot, amit ilyenkor ugye az alkotmány előír, hogy ezt, ezt meg kellett volna tenni, nem értesítette, és, és ezzel ugye jogalapot ad arra majd, hogy akkor elmozdítsák. Tehát, hogy, uh -huh. hogyha eddig ugye, eddig is nagyon népszerűtlen uh, elnök volt, tényleg a népszerűsége az... az... A 17 Most igen, 17 százalék, hát kíváncsi leszek tényleg, mert hogy ez, ez, már csak lefelé van, de, de, eddig is nagyon népszerűtlen volt, azonban nyilvánvalóan azért, mert hogy valaki népszerűtlen, attól még nem lehet csak úgy elmozdítani ugye ilyen, ilyen komoly eszközökkel, hanem ahhoz ténylegesen az alkotmányos rendnek a megsértése szükséges, és az, hogy, hogy teljesen egyoldalúan, ugye egyeztetés nélkül, a megfelelő lépések megtétele nélkül vezetett be ilyet, ugye a hadi állapotot, miközben egyébként nem is álltak fenn, ugye azok a feltételek, meg azok a kondíciók, hogy, hogy itt nem tudom, milyen veszélyben van, ugye a, a, az alkotmányos rend, tehát hogy nem volt semmilyen nemzeti vészhelyzet, vagy semmilyen, nem tudom, háború nem készült éppen kitörni, ez, ez, ez nagyon komoly jogalapot ad arra, hogy ténylegesen elmozdítsák ilyen eszközökkel. Már be is nyújtotta egyébként így a, a, ellenzéki, a hatpárti koalíció a, a, a ezt az impeachment kérelmet. Mit mondtál? Hatpárti ellenzéki koalíció? Igazából nem, nem, nem egy hatpárti koalícióról van szó, hanem ugye egy, egy nagyon nagy 189 mandátummal rendelkező liberális blokkról, aminek a legnagyobb pártja az egyértelműen ugye a, a, a demokrata, a, 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 a demokrata párt, így. igen. És, és ugye hát Koreában is leginkább egy két párti rendszerre emlékeztető ö, ö, struktúra ö, van, ugye, ami, ugye, mint az amerikai, azonban vannak hát ilyen nagyon pici ilyen pár mandátumos pártok, de ezek általában pártok szóval, hogy, hogy így egyértelműen húznak egyik vagy másik oldalra, de egyébként most még a, a ehhez a, a, hat párthoz még az is az a, egy, egy, egyébként egy jobb oldal, vagy konzervatív, magát konzervatívnak valló párt is csatlakozott. És hát egyébként valószínűsíthető, hogy a, a ezt a a saját pártja sem fog megvédeni, mert tehát, tehát hogy ez, ez nagyon védhetetlen, és nagyon fel vannak háborodva a koreai emberek. Azért akadtam meg ezen a hatpárti koalíción, és a kérdeztem vissza, mert, mert pontosan ezt akartam kérdezni, és felteltem a kérdést nagyon egyszerűen is, hogy kinek drukkoljunk igazából, de, és amit elmondtál, abból azért már körvonalazódik, hogy valószínűleg ez itt az elnök azért minden, tehát nem nagyon védhető az állás mondja semmilyen módon, de, és azért kérdezem, akkor ki, ki, kicsit bonyolultabban, kibontva, hogy el is mondtad, hogy ő egy konzervatív elnök. Az ellenzék egy liberális ellenzék. Ráadásul hozzátetted azt is, hogy hat párti, most akkor, hogy ezek a hat pár, ez a hat párt ténylegesen önálló pártok, vagy mennyire szatelit, de azért azt is tudjuk, hogy a különböző azokban az országokban is, ahol, a, a, ahol csak szatelit pártok vannak, azok is nagyon komoly zsarolási potenciállal rendelkeznek a kormányzó nagyobb párt felé. Hát Európa gyakorlatilag minden nyugati országában ez most már hosszú ideje így működik, hogy nincsen igazából stabil kormányzás, mert kisebb pártok, ráadásul a kisebb pártok ugye sokszor ilyen szélső, liberális, mélybalos pártok, akik sakban tudják tartani akár vörös, akár zöld ideológiáikkal az egyébként mondjuk bal közép kormányzó pártot. Tehát itt látok valami hasonlóságot. És arra gondolok, hogy és ugye az ember csak azért lesz rögtön gyanakvó, mert, mert tapasztalata van, mert megszoktunk egy csomó mindent. Hogy nem Dél-Koreában is valamiféle destabilizációs kísérlet zajlik, és, és ezek a, ez a baloldali ellenzék, ez valamilyen külső segítséggel talán, de meg akarja dönteni az egyébként konzervatív, tehát vélhetően szuverenista, vélhetően nem a globalistákhoz húzó elnöknek a, a kormányzását. És persze ez innen Európában, azért mondom, hogy tapasztalat, mert itt Európában minden, nyugaton és keleten ez történik, hogyha valahol a szuverenisták, patrióták hatalom közelébe vagy esélyébe kerülnek, mondjuk megnyernek egy választást, mint Ausztriában, akkor is a globalista elők rögtön gyorsan valahogy összefogják a, a, az ellenzéki pártokat, az egyébként ugye, hogy Gajdi Csotto fogalmazott, egyszerűen azt hiszem, hogy szar szalma koalíciókat, tehát hogy semmi közük egymáshoz, de összerakják azért, hogy nehogy véletlenül a szuverenista jobboldal stabilan kormányozni tudjon. Tehát, hogy nem valamiféle ilyen destabilizációs de, de törekvéseket látunk, ha nem is majdan szinten, de hogy egyébként tüntetések is voltak Szöjúban. Igaz, hogy Árnyalja a képet, hogy inkább a rendkívüli állapot kihirdetése után voltak a tüntetések, tehát nem az van, hogy megszervezték az aktivisták, hogy döntsék meg a kormányt, és azért a kormány lépett, hanem fordítva. Nincs ilyen színezete a dolognak? Nincs mögötte ilyesmi? Nincs. Igazából Koreában, tehát hogy ezeket a, ezeket a, a folyamatokat, ezeket a tapasztalatokat a koreai belpolitikai helyzetre én semmiképpen sem ültetném át. Ö, több dolog miatt is. Egyrészt ugye azért, mert ott van a, a Ugye a szomszédjuk, ugye a, 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 az alteregójuk, ugye a kommunista éjszak. Tehát, hogy ilyen körülmények között a kommunista, a, a baloldal, az ott egy olyan-olyan egy olyan veszély, hogy igazából bár ugye azt mondjuk, hogy a konzervatív meg a liberális ugye oldal, de hogy itt az a liberális oldal, ez nem olyan liberális oldal. Tehát, hogy, hogy ez lehet, hogy egy kicsit a spektrumon kicsit balrább helyezkedik el, de hogy, hogy semmiképpen sem mondanám egy ilyen egyértelmű baloldali pártnak. De nem is vók, mondjuk? Egyáltalán. Koreában ezek a vók dolgok, ezek még nagyon, tehát, hogy, hogy ez csak hiszem, jól illusztrálja, hogy Koreában így így hol tart így ez a dolog, tehát, hogy Koreában éppen hát most valószínűleg már nem nagyon lesz hír, de hogy, hogy pár napja még abból volt közfelhá, közfelháborodás, hogy egy színésznek és egy ismert modellnek gyereke született, de úgy, hogy nem voltak összeházasodva, és hogy, hogy a, a férfi nem is tervezi feleségül venni, illetve együtt maradni ugye a, a, a hölgyet. Hát szóval, a kérdő... hogy ott azért még nagyon nem ott tart ahol, ahol például, hát, akkor, például, akkor, Európál, akkor ha, ha, ha menekülni kell, akkor Koreába menjünk, de, hogy... de a K-pop mögött sincs ilyen volt, <laughs> mert azért ott. Ez, lehet, ez lehet, nagyon sár, itt de, igen nem, hogy rá, ott még Én ebből azt veszem, hogy ott mivel még annyira alacsony a társadalmi igény, sőt ez még nem is a társadalmi igény alacsonyságát, hanem a társadalmi elutasítottságot mutatja, vagy érdektelenséget. Amúgy nézzük meg Japánt is. Japánban például ez a, ez a nőneköltözés, meg az összes ilyen, ez a kultúra része, ha jól tudom, tehát van, van, egy ilyen trend akár az anime tehát egy csomó olyan dolog van, ami, ami úgy itt Európában te az LMBTQ-hoz kötnéd, de Japánban ez a ugye általános, és mivel nem nyomják bele az emberek arcába, én azt látom, ezért ott valahogy emiatt is talán jobban elfogadóbbak, és elfogadás alatt inkább érdektelenséget, apátiát érzek. Figyelj, Japán, Japán, azt nehéz megítélni, mert Japánban a két legnépszerűbb pornószolgáltatás